Régen, mikor én elkezdtem szerver üzemeltetéssel foglalkozni, akkor a szerver az még egy fizikai vas volt. A mai világban pedig egyre inkább arra megyünk el, hogy mindent virtualizálunk. Már virtualizálsz a saját gépeden, virtualizálunk egy fizikai vason több virtuális szervert, és hát itt vannak a konténeres rendszerek is, mint például a Docker vagy az LXC. De vajon biztonságilag mit tudnak ezek nyújtani, vagy mivelük a probléma? Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és ahogy már elmondtam a bearangozóban, egy kicsit beszéljünk most ezekről a virtualizációs technikákról, technológiákról, és nézzük meg azt, hogy pontosan mi is a különbség köztük, és aztán elmondom nektek, hogy az egész téma hogy jött, igazából ezt meg akartam csinálni én már valamikor tavaly ezt a részt. A virtualizáció ugye nem más, mint amikor egy fizikai számítógépen igazából több virtuális gépet futtatunk. Például, hogyha van egy fizikai szerver, akkor azon több virtuális szerver is futhat, és az is lehet, hogy azon a szerveren vegyesen vannak mondjuk Windows-os virtuális gépek, meg Linux-os virtuális gépek. Mi a jó ebben? Az, hogy valamilyen szinten el tudod szeparálni egymástól a feladatokat, illetve valamilyen szinten tudsz utána skálázni is. Jó magam, réges-régen, mikor a virtualizációt bevezettem, akkor még a KVM-et használtam virtualizációra, illetve ezt használom a mai napig is. A KVM az egy olyan rendszer, ami, hát ez a kernel szintű virtualizáció, amikor ténylegesen tudsz futtatni akár egyszerre egy Windows-os masinát, meg egy Linux-os masinát egy adott gépen, és ezt mondjuk a Linux elég jól tudja támogatni hardware gyorsítással, tehát így például egy fizikai vason nekem el tud menni 4-5 ilyen virtuális gép, amelyik hogy bármiféle fennakadást okozna. Ezáltal, hogyha valaki megtámadja az egyik virtuális gépet mondjuk, akkor lehet, hogy ott bejut, vagy ott tud kárt okozni, vagy azt le tudja mondjuk dédoszolni, de a másik 4 az mindig tud mellette üzemelni. Persze van olyan dédosz, amikor azok se, de most ebbe ne menjünk bele. Az ilyen virtualizációnál fontos az, hogy minden egyes virtuális gép az egy saját kernelt használ, egy saját oprendszert, hogyha úgy tetszik, de ez nagyon pongyolat, tehát igazából a kernel a lényeg. Tehát lehet, hogy neked van egy mit Linux kerneled a host rendszeren, ami egy nem tudom 4.12.2-es, most hasraütésre, és simán lehet, hogy a virtualizált gépeden pedig egy nem tudom 3.8-as kernel megy, vagy egy 5.0-as. Tehát ezek egymástól függetlenek. Ezzel szemben viszont a modernebb technológiák, mint például a Docker, LXC, az azért jó, mert nem szeparálják ennyire élesen szét az erőforrásokat, tehát nem kell azt mondanom, hogy én ennek a virtuális gépnek adok mondjuk 500 GB tárhelyet és 3 processzormagot és 10 GB RAM-ot, hanem ezek osztoznak gyakorlatilag a teljes szervernek a kapacitásán sokkal rugalmasabban. Sőt, egy-egy ilyen konténerből bármikor tudsz újat indítani, tudsz több ugyanolyan konténert futtatni, villámgyorsan tudod őket leállítani, újraépíteni. Egy csomó előnye van, például az új etikus hacker mentor programban is Dockerrel oldotta meg a labor környezetet, így aztán, hogyha valaki ott felejt valami szemetet a laborban, akkor gyakorlatilag pár másodperc alatt újra lehet indítani azt a gépet, hogy ugyanazt a stádiumot fölvegye, mint aminek álmodva volt. Na de, hogy jött az egész kérdés, hogy mennyire biztonságosak ezek a rendszerek, és mit lehet róluk tudni? Valamikor tavaly mentem el egy Docker tanfolyamra, Docker és Microservices tanfolyamra, ahol ugye elmondták azt, hogy mi is az a Docker, mert őszintén előtte nem használtam Dockert, illetve csak ilyen szegről végről találkoztam vele, de mondjuk nem tudtam, hogy kéne saját konténert csinálni. Én abban voltam benne, hogy csinálunk jó öreg KVM-mel mondjuk egy virtualizált vasat, ahol lesz egy teljes Linuxom, ahol be tudok lépni, be tudok SSH-zni, ezzel szemben egy Docker konténerbe nem biztos, hogy be tudsz SSH-zni, tehát az tényleg olyan kis célszerszám, ami arra kell, hogy egy-egy kis feladatot végrehajtson. Na, szóval ezen a tanfolyamon az oktató megmutatott egy ábrát, ahogy megpróbálok nektek majd valóban ide kirakni mindjárt, és azt magyarázta,
hogy milyen frankó a Docker olyan szempontból, hogy van nekünk egy API gateway-ünk, ahova beesik gyakorlatilag mindenféle hívás meg request a felhasználóinktól, és ezeket a requesteket majd a gateway fogja továbbítani a megfelelő helyekre egy belső hálózatban. Tehát a Docker konténerekből ki lehet alakítani egy kis belső hálót, amiben ők csak egymást látják, de kívülről nem látszanak. Na most az volt a mondás az oktató részéről, hogy ez milyen frankó, mert innentől kezdve nem kell foglalkozni ezeknek a mindenféle workereknek, meg belső-belső Docker konténereknek a biztonságával. Igen, egy kicsit felhúztam a szemöldökömet, mert hogy ez szerintem egy abszolút tév út, és eléggé káros lehet az, hogyha azt tanítják, hogyha te Dockert használsz, akkor igazából ott belül nem kell foglalkoznod a biztonsággal. Holott simán lehet, hogy az egyik ilyen konténerbe, ami ott van hátul, és nem lehet elérni sehogy sem, van egy hiba. Van mondjuk egy SQL injection. Ha te az API gateway-ről beküldöd az üzenetet abba az adatbázis szerverbe, hogy na, akkor ezt kéne lefuttatnod mondjuk, vagy erre keresett rá a user, mert hiszen az API gateway nem szabadna szerintem, hogy ő döntse el, hogy mit az, amit tovább lehet küldeni, vagy mi az, amit nem mondjuk, tehát hogy én rákeresek arra, hogy alma, akkor nyilván tovább küldi, de hogyha mondjuk idézőjelek között keresek arra, hogy alma, akkor nem kéne, hogy az API gateway foglalkozzon azzal, hogy ez valid vagy nem valid, hanem ezt tovább küldi, jó esetben ugye a hátul lévő adatbázis szervernek. Na most innentől kezdve, hogyha a hátul lévő adatbázis szerverünk, meg az azon lévő mondjuk webes API, az sérülékeny, akkor simán ott lehetünk, hogy egy SQL injection-t ugyanúgy lefuttatunk, mint hogyha ez egy sima mezei weboldalon lenne kin, mert az API gateway azt továbbítja oda azt, hogy mire keresünk, az eredményt meg nyilván vissza fogja küldeni a felhasználónak, illetve a támadónak. Így aztán én abszolút nem értek azzal egyet, hogy a Docker konténereknél az API gateway mögötti részeket ne kéne bebiztosítani, vagy ne kéne védeni. És egy nagyon fontos info még, hogy mivel ezek ugye konténerek, tehát nem olyan merev virtualizációk, hanem sokkal rugalmasabbak, és a host rendszer erőforrásait használják igazából föl, ez azt is jelenti, hogy ugyanaz a kernel fog futni a konténereken belül, mint ami a, hát a fizikai vason, vagy azon a vason, ahol a, mondjuk a Docker el van indítva. Tehát, hogyha nekem a hostom, ami a Docker fut, az egy Linuxos host, akkor csak Linuxos Dockerek lehetnek majd rajta, csak Linuxos konténerek. Hogyha Windowsosra hoztam, akkor csak Windowsos konténereim lehetnek, és hogyha mondjuk Linuxos vagyok, és 4.12.3-as kernel lefut a főrendszerem, akkor a Docker konténeren belül is mindenki ezt a kernelt fogja használni. Na most biztonságilag ennek mi a hátulütője az, hogyha a host rendszeremet nem frissítem, akkor az összes Docker konténer ugye azzal az elavult kernellel fog mondjuk futni, és hogyha kijön egy kernel exploit, és bármelyik gépem a Dockerek közül, a konténerek közül az sérülékeny, és én ott ki tudom használni ezt a kernel exploitot, akkor gyakorlatilag a konténerből ki tudok törni, és egy csapásra sok-sok konténer és a host rendszer fölött is tudom átvenni az irányítást. És ez szerintem baromi veszélyes. És persze, tudom, láttunk már arra is példát, hogy más virtualizációból ki lehetett törni, ugye volt a Blue Pill, meg Red Pill, meg nem tudom milyen dolgok régebben, de valahogy mégiscsak azt gondolom, hogy egy kicsit veszélyesebb ez a dockeres világ ilyen szempontból, főleg akkor, hogyha úgy tanítják, hogy oda nem kell odafigyelni, mert az úgy sem érhető el kintről, csak az API gateway-en keresztül. És még egy hátrányom van ennek, hogy a kernel közös. Mi van akkor, hogyha a Dockerben nem ilyen standard dolgokat futtatok, van egy olyan szoftverünk, ami éppen hibás és okoz egy összeomlást, vagy mondjuk sérülékeny, és egy kernel exploitot tudok itt futtatni, ami mondjuk kicsit lehalasztja a kernelt, így mondjuk egy DOS támadást indítunk el. Akkor nem csak az egy konténer fog nekünk lehalni, amiben ezt a támadást kiviteleztük, hanem az összes konténer és az konténereket futtató rendszer is, hiszen maga a kernel az ugyanaz az összes kis
egység esetében. Jó, tehát ez a nagy különbség a kettő között. Ugyanakkor a Docker nem rossz, meg az ilyen konténeres megoldások nem rosszak, jó használhatóak, ám de arra próbálom meg felhívni a figyelmet, hogy igen, bizony ezeknek a biztonságára is oda kéne figyelni, abban az esetben is, hogyha ezek az API gateway mögött vannak, és publikusan esetleg nem elérhetőek. Oké? No, hát ez volt a virtualizációs rész, illetve annak a biztonságáról szóló rész. Remélem, hogy érthetően mondtam el, azért ezek olyan témák, amit nem mindig lehet hát úgy átadni, hogy mindenki megértse, de a fő üzenet az legyen az, hogy ha Docker konténereket használsz, vagy LXC-t, vagy akármilyen konténeres megoldást, akkor mindig figyelj oda az összes konténerednek a biztonságára. Tehát ne engedd azt, hogy azt mondja neked a fejlesztő egy ilyen backend systemnek, hogy oda nem kell igazából foglalkozni a biztonsággal, mert az úgyis csak az API gateway fogja elérni, mert hát az API gateway-en keresztül meg mindenki el tudja érni. Szóval értitek. Na jó, ennyi, mert már tényleg én is bele fogok zavarodni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk jövő héten, hát talán egy kicsit könnyedebb témával. Sziasztok!